Hát akkor súgok, jó? Megvan? Biztos? Jó. Ez a dal személyes kedvencemtől, Máté Pétertől. Én nagyon szeretem őt. Hát, hogy ő mennyire szeretne engem, hogyha hallana, azt nem tudom, de megpróbálok megfelelni ő neki. Ezt én már itt énekeltem egy párszor, de nem baj. Úgy érzem, hogy mindig el kell mondanom. Ősibe jövök, ősibe hívnak, akkor én mindig jövök szívesen, és természetesen pici szívemből mindig itt vagyok egy darabot, úgyhogy akkor most énekelünk egy darabot a szívemből. Ugyanúgy lehet segíteni, mint az előbb, jó? Kicsit bejövök itt az árnyék. Mikor hozzád indulok, mindig izgatott vagyok, mindig valamit hiszek, mindig valamit hiszek, és mindig ott hagyok egy darabot a szívemből. Mikor nálad vagyok, mindig boldogabb vagyok, mindig téged akarlak, mindig téged vigyázlak, és mindig ott vagyok egy darabot a szívemből. Meddig élhetek még én így, ezt már magam sem tudom, hiszen visszahív egy végig szerelem. És amit mondasz, elhiszem. Mikor tőled eljövök, irigy szomszédok között, mindig valamit hozok, mindig valamit lopok, és mindig letörök egy darabot a szívemből. Na, jön segítség! Na. Hiszen visszahív egy végig szerelem. Meddig élhetek még én így, ezt már magam sem tudom. De mondj már valamit, és amit mondasz, elhiszem. Mikor tőled eljövök, irigy szomszédok között, mindig valamit hozok, mindig valamit lopok, és mindig letörök egy darabot a szívemből. Na-n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 a
volt a szívemben. Senki nem ismeri tényleg ezt a szöveget? Ezt a dalt? Tegye fel a kezét, aki ismeri. Nem megy? Ennyien csak? Komolyan. Nagyon baj. Akkor megtanuljuk, elindítsuk még egyszer. És én igaz vagyok, egy darabot a szívemből. És mindig ott vagyok, egy darabot a szívemből. Köszönöm! Köszönöm szépen! De most nem láttam, jó szemembe sütött a reflektor, hogy tegye fel a kezét még egyszer, aki ismerte ezt a számot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23. Jó, tehát nem azért mondom, de most tényleg, itt vagyunk legalább 200-an, ebből 23 ember ismeri, na jó, 3-an, 300. Ebből tényleg 23 ember ismeri, csak ezt a nótát? Komolyan mondom, elindítatom még egyszer a Gergővel. Isten őriz, igaz? Na jó, akkor most mutatom valamit, tehát ezt úgy hívják, hogy puska, nem kell tőle félni, nem fog elsülni. Jó? Tehát ezt egyébként, ja, igen, ezt el kell mesélnem. Ezt komoly előadó művészektől, országos hírnévvel ellátott művészektől tanultam. Név szerint, hát nem mondom el, szóval a Berecki Zoltántól. Eljöttek Veszprémbe, csináltak a Szinetár Dórával, akkor még hivatalosan együtt voltak, most már tudjuk, hogy nem, de mindegy, és akkor csináltak egy koncertet, és akkor azt mondták, hogy hát hölgyeim és uraim, hát ugye nem szoktuk előre megbeszélni a felkonferálandó szöveget, és hát most zavarba is vagyok, de mindjárt tessenek figyelni, mutatom a kezemet, tessék figyelni, mert csalok, így benyúlok, ő is így csinált. Elővette a cetlit, és azt mondta, hogy jó, a következő szám pedig a 33-as.
Nem. Na tehát akkor így mentek el fellépni. Úgyhogy én mondtam, hogy akkor én is most így az országos hírnév felé ívelek, és akkor próbálok én is így megfelelni az elvárásoknak. Tehát a következő nóta... Fogalmam sincs, hogy melyik lesz. De jó, azt mondták nekem itt a Péter, azt mondta, hogy ha lehet, akkor próbáljak meg egy picikét húzni az időt, azért beszélek ám ennyit. Nem azért, mert annyira szeretek, de persze szeretek is, de hát ez megint egy mellékes. Ilyenkor meg mindig zavarba vagyok, azért fecsegek, úgyhogy... De ez mindegy, ez megint lényegtelen, inkább mondom azt, hogy na, a következő nóta legyen, akkor most egy kicsikét itt hagyjuk a táncdal előadókat. Jó, és akkor egy picikét legyen musical, jó? Aludjunk egy picikét. Ja, neked, igen, négyes. Jó, tehát így növekvő számsorrendben a következő, az, amelyik az előzőnél egyel kisebb, jó? Tehát akkor négyes. És akkor fogadjátok tőlem sok szeretettel azt a dalt, amit a színház berkein belül már, vagy hát nem is tudom, legalább 50-szer énekeltem. A színház berkein kívül meg még legalább 75-ször. Úgyhogy most már nagyon sokadik alkalommal, remélem nem sülök bele. Padlás. És akkor egy kis tény év. Itt ez a hely, amit sokszor boldogan elhagynék. És itt ez az élet, amit sokszor nem nagyon értünk még. Néha könnyebb lenne elmenekülni, s vissza fénykeverülni. De a jel, amit hív, de a jel, ami szól, vesz-e út, hogy visszatérjek fényén távolság. Csak hallgatom, csak bámulom, zengi fény ország, hogy láss csodát egy életen át. Minden tisztaságát még sem értem, itt vannak álmaim. Köszönöm szépen! Megmondom őszintén, engem nagyon meghatott, hogy a szemembe sütött végig a nap. Úgyhogy elnézést kérek, hogyha esetleg néha megremegett a hangom. Ja, és tisztelettel jelentem, hogy sikerült elrontanom a szöveget. Aki tudja, hogy hol, az kap tőlem egy csokit. Igen? Kétszer mondtam a jelet. Sajnos jár a csoki. Jó, tehát akkor köszönöm szépen. Úgyhogy akkor, ha megengedik, akkor én megköszönöm a figyelmet. Így erre az egy kis időre. Nem tudom, Pétert keresem a szememben. Hol vagy, Péter?
Péter? Péter?